Rossini a Szeviai Borbé című operáját viszi színre az évad utolsó bemutatójaként a Kolozsvári Magyar Opera Társulata május 10-én kedden. Az előadás rendezőjét, Szabó Emesét várjuk a stúdióba. És íme ez volt a bejátszás, ami már az elején már meghívja a nézőinket az operába. És akkor köszöntöm a stúdióban Szabó Emesét. Jó napot kívánok, Marci! Lássuk, hogy az évad utolsó bemutatója ez, a Szeviai Borbé, hát lehet, hogy már sokan látták különböző rendezésben. Amúgy két hét alatt, csak így érdekességként elmondom a nézőinknek, két hét alatt írta, és a darab 1816-os ősbemutatója állítólag botrányba fulladt, a későbbiekben viszont sláger operává vált. Miért áll közel ez a mű önhöz, hogy pontosan ezt választotta? A zenéje miatt csak is. Rossininak a zenéjét nem lehet nem szeretni. Gondolom, hogy a közönség is azért imádja. A Kolozsvári Magyar Társulat, operatársulatunk utoljára 11 éve játszta sajnos. Ennek nagyon sok oka van, többek között szakmai szempontból az, hogy szükségesek a kifejezetten belkántó énektechnikát alkalmazó énekesek hozzá, és mivel a társulatunkban az énekesek állandó alkalmazottak, ezért ki kellett várnunk valószínűleg azt, hogy a megfelelő énekeseink megkerüljenek egy szereposztáshoz. Hát igazából most arra derül fény, hogy elég nehéz volt összetoborozni azokat, akik szerepeljenek benne. Így van, vannak vendégek is a szereposztásban, a Nemzeti Opera, a Kolozsvári Nemzeti Operából is van egy vendégünk, Krisztián Hodrá személyében, aki a próbakezdésünk előtt a Bécsben próbálta ugyancsak a Bartolo szerepét, viszont hát büszkék lehetünk a sajátjainkra is, Bardon Tónira, Balla Sándorra, aki a nagyon nehéz drámai szerepek mellett, bariton szerepek mellett most ezt a nagyon lezser, könnyű, virtuóz Figaro címszerepet is vállalja. Neki ez debütje lesz, és ezen kívül pedig Blatnicik Dórát említeném meg, aki a Kolozsvári Zeneakadémiának a hallgatója, és ezáltal vizsgázni fog a produkcióban. Tehát akkor ez egy nehéz darab, ha jól értem. Ön azt mondja, hogy nem egy klasszikus értelemben vett opera előadásról van szó itt. Lássuk, mi az újszerű benne. A játéktér az, ami újszerűnek nevezhető, ugyanis az opera az műfajánál fogva a cselekményt helyezi előtérbe, ugye a színpadon. Viszont Rossininak a zenéje, mint ahogy mondtam, nem feltétlenül csak a cselekményt festi alá, hanem egyszerűen a fülnek, a szívnek, léleknek szól, és azok a brilliáns koloratúrák, meg egyáltalán az egész virtuóz anyag, ami a kottában megíródott, az tulajdonképpen szimfonikus értelemben is fantasztikus dimenziójú. Ezért arra gondoltunk, hogy a zenét helyezzük a reflektorfénybe, így a zenekar kerül a színpadra, és a játék, valamint a szereplők kerülnek a zenekari árok fölé. Ez sok értelemben jó, nagyon sok értelemben nehézséget is okoz, főleg a karmesternek, aki háttal fog állni majd a szereplőknek, tehát a szemkontaktus az nem létezik, persze ezt technikailag megoldjuk azért, viszont a zenekar így részévé válik a játéknak, a díszletnek, tulajdonképpen a díszletben ül, és a játék pedig sokkal intimebb, közelébb a közönség számára, valahogy azt mondhatnánk, hogy a közönség, ha akar, cinkosává válhat ennek a játéknak. Azt gondolnánk, hogy egy ekkora címmel ugye sokszor találkozhatnak a nézők operaházakban, de mint az előbb is megtudtuk, 11 éve ugye nem játszották itt. Igen. Ugye azt mondják, érdekességét akkor hadd említsen meg, ugye azt mondják, hogy három
óriási botrány tart számon a zenetörténet, ugye? Igen. És az egyik pontosan a Szevijai Borbé. Így van. Elmeséli ezt a botrányt? Igen, hát ez számomra csak annyiban fontos, hogy mennyire igaz az, hogy a helyi, pillanatnyi életérzések, a szakma körüli kis visszályok mennyire meg tudják határozni egy előadásnak, akár egy remek műnek és a sorsát az ősbemutatókor. Viszont a mű, hogyha annyira értékes, ezt úgy is felülmúlja, és ez pont így történt a Szevijai Borbé esetében is. Rossininak gyakorlatilag megpróbálták a sikerét azt megtörni a riválisai, konkrétan Paisiello a rajongói, akik szándékosan provokálták a botrányt az előadásban. Többek között arról is feljegyzések vannak, hogy a Figaro áriája alatt a gitárnak egy húrja, nem talán egy másik helyzetben, nem tudom, elpattant, meg mindenféle kis színházi malőrök történtek a darab körül, viszont az, hogy már egy évre rá az előadást egész Olaszországban játszták, az szerintem a tiszta bizonyíték arra, hogy felismerte a közönség a remeket benne. És azóta is nagy népszerűségnek örvend, ugye mutassuk be az előadás karmesterét is. Nagy Gergő az előadás karmestere, én másodjára dolgozom vele, a tavalyi Paraszbecsületet is együtt készítettük, ugyanegy ilyen kísérleti előadás formában, vagyis a zenekar az esetben is az előadás középpontjába, és ezáltal persze a zene a középpontba volt helyezve. Gergőről elsősorban azt mondanám el, hogy egy rendkívül felkészült, nagyon jó zenész, aki elsősorban zongorista, a társulatunknak korrepetitora, és én nagyon megbízom benne, és nagyon drukkolok neki, nem csak a holnapi előadásért, hanem egyáltalán, hogy a karmesteri karriere is csak felfele íveljen. A rendező ilyenkor így előadás előtt egy nappal, vagy előadás előtt, mit tudom én, akár órákkal is vehetjük azt is, de beszéljünk a mostanról, milyen érzésekkel, hát nem is tudom, várja a nagy momentumot. Ugye sokáig készülnek vele, próbálnak, gondolom közben gondok is adódnak, ha nem is ilyen kis vagy nagy mallőrök, mint az egykori Szevijai Borbéban. Hogyan, milyen lelkiállapotban van ilyenkor a rendező? Hát jelen pillanatban azért hozzátenném, hogy a május elejé gyönyörű zápor azért egy kicsit felzaklatott most ez az interjú előtt, de mondjuk az izgalmak persze, hogy megvannak. De a kérdésre válaszolva, számomra a próba folyamat a lényeg. Nekem a kapcsolatom, a részvételem és egyáltalán a darabbal való életem az a próbák alatt, a próba kezdéstől a premierig zajlik. Ott a premierkor szinte azt mondhatnánk, hogy elvágják a köldögzsinort. És ez számomra nagyon fontos, főleg egy vígjáték, mint most egy opera buffa esetében. Nagyon fontos az, hogy a hangulat a próbákon jó legyen. Tehát ezáltal az énekesek könnyedén rá tudnak érezni az előadásnak, meg a rendezői szándékoknak a hangulatára. Mi nem is feltétlenül pont azáltal, hogy a zenére koncentrálunk, és nem a történet lineáris folyamatára. Nem is arra törekedtünk, hogy egy Commedial dell'arte-t reprodukáljuk, történetet reprodukáljunk, hanem inkább a szellemét ennek a zenének és ennek a zeneszerzőnek hozzuk a színpadra. Csodálatosnak tartom egyáltalán, mint egyéniség Rossinit, aki talán az egyik legtermékenyebb zeneszerző, és ezen kívül az a zeneszerző, aki élete során a sikert is megélhette, tehát ennek ellenére egy adott ponton azt mondta, hogy elég neki ebből, ő szalomban akar ezentúl ünnepeltetni, szalomban akarja ünnepeltetni magát, és többek között szakácskönyvet írt, és többet sohasem komponált. Ugyanígy Bomácsi is, ugye, aki megírta a Figaro trilógiákat, és amelyek az alapja ennek a szövegkönyvnek is, hát volt órástól királyi zenészig, de volt kém is, és fegyverkereskedő. Hát ezek fantasztikus emberek.
valaki ilyen odadással tud beszélni arról, amin dolgozik, akkor azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes a nézőinknek is ellátogatni majd az operába. És akkor még egyszer mondjuk el, hogy hol, mikor, hány órakor, hol várja. Igazából az előző beszélgetésünk is egy meghívó volt a nézőink számára. És akkor íme még egy meghívó. Igen, május 10-én, vagyis holnap 7:30-tól a Kolozsvári Magyar Operában várjuk szeretettel a közönséget a Sevillai Borbéra. Nos, én köszönöm szépen, hogy befáradt Szabó Emesének, a rendezőnek, és akkor találkozunk a Magyar Operában. Köszönöm, hogy itt lettem.